Üdv prepperek! Ebben a mai videóban az Oskar Powermax 2400 Pro típusú Power Stationjét szeretném nektek bemutatni, és előjáróban annyit, hogy ez egy különleges Power Station, ugyanis nem csak Power Station, hanem balkonszolár is, illetve van még benne egy olyan funkció, ami jelenleg egyedülálló a piacon. Na, ez a videó erről fog szólni, úgyhogy gyertek, tartsatok velem! A Power Station 2016 wattórát képes kiadni magából, lítium-vasfoszfátos akkumulátorok vannak benne, és mi az, amit említettem már a videó elején, hogy különleges, illetve jelenleg a piacon egyedülálló, mégpedig az, hogy 130 decibel kiadására képes ez az eszköz. Na, nem úgy, ahogy gondoljátok, hogy annyira hangosak lennének a ventilátorok, hanem van ebbe egy magas, illetve egy mély nyomó, tehát őt egy kis zeneboxnak is lehet használni, mindezt úgy, hogy 2 kW-nyi energia fér benne, tehát jó sokáig tarthat akár a buli. Na, de nézzük meg, hogy mit találunk a dobozba. Kapunk egy ilyen kis doboz mindjárt a tetején, nézzük is meg, hogy miket tartalmaz a doboz. Egyszer kapunk egy használati leírást, kapunk egy ilyen kis garanciapapírt, kapunk egy 230 voltos hálózati töltőkábelt, ugye ez a tipikus, mi úgy hívjuk, hogy számítógép csatlakozó, aztán egy másik zacskóba kapunk egy szolár csatlakozót, illetve egy XT60-as csatlakozót, aztán kapunk egy XT60-as, illetve egy ilyen DC csatlakozó átalakítót, egy ilyen kis konvertert, és legvégül pedig egy XT60-as, illetve egy szivargyújtós csatlakozót. Na, ezeket kaptuk így a kis csomagunkba, de nézzük meg magát az eszközt. Szép narancssárga, fekete dizájn kapott, és nem lesz egyszerű kiemelni, mert hogy ez nem olyan könnyű. Most a doboz alján kapunk még 2 darab ilyen gumitalpat, szóval meglátjátok, hogy mihez fog kelleni. Nos, íme így néz ki a Power Stationünknek a front oldala. Itt vannak a kezelőszervek, csatlakozók. Itt a jobb oldali hangszórója, ezen az oldalon kapott helyet a mélynyomó. Ez a hátsó oldala. Illetve itt kaptuk a 25 wattos magas nyomót. És hát vegyük végig, nézzük meg, hogy miket kaptunk itt a front oldalon, milyen csatlakozókat. Most első körbe kapcsoljuk be. Power Stationt ezt hosszú gomnyomással tudjuk megtenni. Ilyenkor a kis LCD kijelzője is életre kell. Jelenleg ugye 99%-os töltöttséggel van, 0 bejövő, 0 kimenő. 72 napig bírná úgymond saját elektronikáját életben tartani. Na, de nézzük, hogy föntről lefelé miket találunk. Egyszer kapunk egy ilyen LED világítás kapcsolót, amivel be tudjuk kapcsolni a LED-ünket.
van két fokozat, van egy SOS funkció, és van egy ilyen kis hullámzó fény, tehát hogy felerősíti és lejjebb veszi a fényerejét. Hát kicsit olyan Knight Rider-es, illetve van egy stroboszkópunk. Ez egyébként akkor praktikus, hogyha elviszitek táborozni, és mondjuk a konyha közelében van a Power Station, és nem akarjátok, hogy bármilyen vad oda tévedjen, akkor célszerű bekapcsolni, és akkor távol tartja. Itt kapunk egy bekapcsolót, amivel be tudjuk kapcsolni, most jelenleg 50 Hz-el a 230 voltos dugalyakat. Összesen 4 darab 230-as dugalyzatunk van, ami összteljesítményben 2800 wattos eszközöket simán elvisz. Egyenesen kell visszatolni, egész jól szigetel különben. Némi vízhatlanságot is biztosít neki ez a kis gumitakaró. Kapunk egy DC inputot, tehát hogyha nincsen fönn az inverterünk, mert ugyanis ezt le lehet szedni, tehát ez modulálisan leszedhető maga a töltésvezérlés, a szolárpanel töltésvezérlése, illetve a váltóáram invertere. Ezt így szépen megfogva így le tudjuk emelni. Mint látjátok, itt van a vezeték nélküli csatlakozó, és így magát a készüléket akár több ilyen elemből 22 kW-ig 10 darabot össze tudunk rakni egymás tetejére. Most jelenleg ugye ilyenkor lényegesen könnyebb maga az eszköz, ha nem akarunk például 220 voltot magunkkal vinni, akkor így szólóba is el tudjuk vinni akár az eszközünket, és ilyenkor is van lehetőség egy szolárpanelt rádugni, és itt tölteni magát az akkumulátor pakkot. Na de rakjuk vissza. Ugye itt lehet látni, hogy az alsó alá lehet építeni úgymond a hasonló pakkokat, és utána szépen vissza lehet zárni, rögzíteni. Nos, alatta kapjuk az USB csatlakozókat. Ugye itt van nekünk 4 darab USB A csatlakozó, és 2 darab egyenként is 100 watttal tölteni képes USB C Type csatlakozónk. Ezt ugye itt tudjuk bekapcsolni. Ilyenkor különben körülötte szépen világít ez a sárga gomb, csak most ugye a napsütés miatt nem annyira látszik. De most itt megjelenik a kijelzőn is, hogy az USB portok be vannak kapcsolva. És ilyen esetben ugye 18 watttal tud 3 USB-A csatlakozónk, 12 watttal egy, és ugye egyenként 100 watttal pedig a USB-C port. Megnyomjuk, kikapcsol. Ezen az oldalt pedig vannak a DC csatlakozók. Ugye kapunk egy Andersen csatlakozót, 2 darab DC csatlakozót és egy szivargyújtó töltőt, amit egyébként nem csak 12 voltat tudunk kihajtani, hanem akár 24 voltos kihajtást is tudunk 10 amperrel. Ugye ezt itt tudjuk bekapcsolni külön a DC csatlakozókat, illetve kikapcsolni. Na most maga a készülékünk nem csak Bluetooth-szal, hanem Wi-Fi-vel is ellátott, és a Wi-Fi csatlakozójával föl tudunk menni a internetes hálózatra, és interneten keresztül tudjuk elérni a eszközünket. Itt láthatjátok az applikációba, hogy belépünk, és a TUJA rendszeren keresztül teljes mértékben kontrollálhatjuk és vezérelhetjük az eszközünket. Ugye itt be tudjuk kapcsolni akár a világítás távolról, meg tudjuk nézni a bejövő feszültséget, a kimenő feszültséget, hogy mennyit termelünk esetlegesen hálózatra, és ilyen kis apróságokat. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon klassz kis funkció, hogy távolról láthatjuk, hogy milyen töltöttségi szinten van az eszközünk. A másik, ami egy érdekes funkció, ugye amiről beszéltem, a zene.
Bluetooth mode. Ugye most ő Bluetooth. Az eszköz párosította. Játsszuk is le a párosított eszközünket, és nézzük meg, milyen hangerőt képes kibocsátani. Ez a maximum hangerő. Ami még egyébként jó pofa az eszközünkbe, hogyha bekapcsoljuk a USB portot, akkor itt a tetején kapunk két darab wireless töltőt, tehát ide nem a serpenyőt lehet föltenni, ugye elsőre azt is gondolhatnák az emberek, de ez nem egy indukciós főzőlap, hanem egy indukciós telefonfőző, tehát ha gondoljuk, akkor wireless töltésbe föl tudjuk rakni a telefont. És akkor így a telefonunk sem merül le, persze, hogyha szeretné még egy telefont fölrakni, annak sincs akadálya. Nos, én azt gondolom, hogy nem egy olyan, mint egy JBL, de ez nem is egy hangfal, hanem ez egy power station, egy balkonszolár, tehát amit így erkélyre kirakva, szolárpanelt fölrakva ugye a korlátokra, szépen tudjuk úgymond az éjszakai megvilágítást, a szórakoztató zenét, és benne a épületben pedig az energiát biztosítani. Akkor most nézzük meg, hogy hogyan tud egy szolárpanellel együtt dolgozni, ehhez pedig egy 600 wattos balkonszolárt fogok ide fölhelyezni, megnézzük, hogy hogyan dolgozik együtt a kis power stationnel. Most pedig nézzük meg a power stationünknek az inputjait. Ugye itt tudjuk csatlakoztatni az XT60-as szolár csatlakozót, itt kapunk egy biztosítékot, és itt tudjuk a 230 voltra rá csatlakoztatni az eszközt, amit egyébként ezt a 2 kW-ot másfél óra alatt föltölti. Tehát szerintem az egy igen szép teljesítmény. XT60-as csatlakozó. Hát dugjuk be és nézzük meg, hogy most jelen helyzetben mennyit termel. Ezek szerint ő ilyenkor nem élet föl. Nézzük, hogy mennyi jön inputra. Jelenleg szedi össze magát. 65 watt, 66 watt, 13,70. Hát ugye most 99%-on van, tehát most igazából ő nem is fog nagy feszültséggel betermelni, hanem csak ilyen csepptöltésre fogja beengedni a feszültséget. Most biztos nem várható, hogy 600 watttal elkezd itt tölteni. Le kéne egy kicsit meríteni. Na, hozzunk valamit, amivel lemerítjük. Nos, beúztam ide a konyhába a power stationt, hogy lemerítsük, és jelenleg rádugtam ezt a Gorenje mikrohullámú sütőt. Bekapcsoljuk az invertert. És nézzük meg, hogy milyen feszültséget vesz föl. 1200 watt, könnyedén viszi, működik a mikrohullámú sütő. Rakjunk rá egy kenyérpirítót is. Nézzük meg, hogy a kenyérpirítóval mit kezd. Indítsuk el ezt is. 1900, közel 2000 watton dolgozik most. Most a power stationünket 86%-ra lemerítettük, és most a szolárpanellel, amit ide a korlátra kihelyeztem, hát nyilván ugye a korlát is takarja egy kicsit a szolárpanelünket, de így 54 wattot termel be, ami nem túl sok, de nézzük el neki, hiszen nagyon-nagyon rossz a napsütés beesési szöge, tehát ha megnézzük, így oldalról süt, és hogyha ide megyünk a szolárpanelhez, akkor itt is láthatjuk, hogy igazából nagyon-nagyon rossz a beesési szög, de lemegyünk most oda a stékhez, és megnézzük, hogy ott mit teljesít. Kellett nekem ezt kitalálni, ilyen messzire elhozni.
Na, itt már egész ideális a beesési szög. Kössük rá a power station-t. Ó, srácok! Nem könnyű, az egy 30 kiló. Na, kössük rá. Na nézzük, hogy itt mennyi az annyi. Kétszázhatvanegy watt, háromszáz. Na nézzük, mennyi lesz a, mire összeszedi magát. 325, 28, 28. Hát jó, van némi kis felhősödés, de azért nem olyan vészes. És most jelenleg, hát így van a solar panel. És most bár nem éppen jó, hogyha így hagyjuk a power station-t, hiszen azért ő is melegszik, gyűjti a napot, őt árnyékba kell rakni, tehát minimum le kell rakni az asztal alá. Nos, srácok, jelenleg 330 watttal termel be a kis solar panelünk. Nyilván ezt sokkal nagyobb terhelést is kibírna. Összesen 1200 watt solar panelt rá tudsz kötni erre a power station-re, és én szerintem egy nagyon kiváló kis eszköz arra, hogy otthonodat megoldjad szünetmentes tápellátással. Bár a balkonszolár rendszert itt Magyarországon nem fogod tudni kihasználni, hiszen még a hatóságok nem engedélyezik, de mivel hogy szünetmentes az eszköz, és hogyha a hálózatodat úgy alakítod ki, hogy rá tud rakni a rendszeredre, akkor tulajdonképpen biztosítja a mindennapi energiát neked off-grid módon is, főleg, hogyha tudod tölteni egy solar panellel. Az eszköz linkjét be fogom rakni a videó leírásába. A Geekbuying oldalán tudjátok megrendelni. Én szerintem nagyon jó árérték arányban van, ráadásul még a zenét is biztosítja számunkra. Ha tetszett neked ez a videó, vagy tetszik ez az eszköz, és szeretnél egy ilyet, akkor egy lájkot ne felejts el tolni, ha pedig nem vagy feliratkozva, akkor kérlek, azt tedd meg. Köszönjük szépen a figyelmet, erőt, reménységet mindenkinek, sziasztok!